Nyugat-Európában már régóta bevált gyakorlata a 32 órás heti munkaidőkeret, illetve Magyarországon is már többször felmerült annak ötlete, hogy valamilyen módon csökkenteni kéne a munkával eltöltött órák számát. Hazánkban több cég is teszteli a rövidebb munkahét lehetőségét, ezzel több pihenőidőt biztosítva a dolgozók számára. A témával kapcsolatban Fischer Sándort, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnökét kérdeztük, akit telefonon értünk utol. Kelet-Európában megmaradt a hagyományos 40 óra, ugye ez a 8 óra munkaidő, napi munkaidővel párhuzamosan alakult ki. A 36 vagy illetve a 32 órás gyakorlat, a heti gyakorlat ez bevált, és működik is. Viszont Nyugat-Európában elterjedt, hogy megpróbálják azt, hogy a eddigi heti 5 nap helyett 4 nap legyen a munkaidő. Ez nem akkora sikert hozott, amit eredetileg vártak tőle. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ez több helyen sem vált be, és ezért most már nem is szorgalmazzák ezt a négy napi munkaidőt. Nem tudjuk egyébként megmondani, hogy mi volna a gyakran helyes. Nagyon úgy néz ki, hogy inkább a heti 36, illetve 32 óra az, ami bevált, és várhatóan ez marad is, vagy lehet, hogy még további csökkentés lesz, mert az embereknek biztosít egyfajta munkaidőt is, meg pihenőidőt is. Nem biztos, hogy ez a 4 napos munkaidő, ez megfelelő, úgy néz ki. Abba is hagyták a legtöbb helyen eztnek a kikísérletezését. Tehát az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy nem a munkával eltöltött napokat kell csökkenteni, sokkal inkább a rövidebb munkanapok váltak be. Ami látható volt, hogy a munkaidőt nem tudták jól megszervezni. Másrésztről, hogy őszinte legyek, úgy néz ki, hogy az emberek se igényelték ezt, mert ugye hát mondjuk, mert valójában az ember a munkahelyén is szeret lenni, csak nem szereti a túlterhelést. És úgy néz ki, hogy ez a 4 napos munkaidő, ez nem is szükséges az embereknek. A vállalatoknak meg azért nem jó, mert a szervezési problémákat vet, és ez nehézségeket okozott a cégeknek is. Arra a kérdésre, hogy a 4 napos munkahét talán enyhíteni a cégek rezsigondjait, az iparkamara elnöke azt válaszolta, hogy ezt a helyzetet kizárólag az energiaárak csökkentése tudja majd megoldani.